Nagyon nagy könnyebbség, hogy kinti udvari kis mosdót, kis vécét kaptunk. Nem csak udvari mosdók kerültek a Szekszárdi Percelmór utcai bölcsödébe, a területet le is térkövezték, a teraszok burkolatát újra cserélték, és a gyerekeknek nyári pancsolókat alakítottak ki, valamint kerti játékokat szereztek be. Ez mind-mind a gyerekeknek a szabad levegőn való tartózkodásának az élvezetét, a mozgásfejlődésük segítését fejleszti. A bölcsőde udvara mellett az épülete is megújult. A közel 170 millió forintos fejlesztés részeként energetikai korszerűsítést is meg tudtak valósítani. Homlokzat hőszigetelése, a tetőszigetelés, vízszigetelés, hőszigetelés, új napelempark készült, műanyag nyílászárók cseréje, belül teljes villamos korszerűsítés. És a tetőre napelemek kerültek, amik sokkal olcsóbbá teszik majd a bölcsőde fenntartását. A helyi önkormányzatnak nem ez az egyetlen hasonló fejlesztés az elmúlt időszakban. Korábban több óvodát is felújítottak, és még újabbakat is terveznek. A következő lépésünk az a Szőlőhegyen fog majd bekövetkezés megtörténni, amikor az ottani óvoda bővítése, felújítása mellett egy új bölcsőde kialakítását is magába foglalja. Ez a topos projekt, aminek a keretében ezt meg fogjuk majd valósítani. Tehát én azt gondolom, hogy a város sokat tett annak érdekében, hogy a fiatalok számára egy vonzó település képét nyújtsuk. A mostani, a városi bölcsődét érintő fejlesztések a területi és település fejlesztési operatív program forrásaiból valósultak meg.